Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! A 2024-es év első rendezvényén az Orlai Ház nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. Nagy öröm ez, hogy ennyien eljöttek. Én remélem, hogy ez egy jó momentum, és az egész évünk így telik majd rendezvényekben gazdagon. A mai kiállításunk az Alföld Turista Egyesület mezőberény elmúlt 40 évét igyekszik bemutatni, és ez alkalomból nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm körünkben Siklós István polgármester urat, Körösi Mihály alpolgármester urat, Földes Péter urat, az Egyesület elnökét, az Egyesület tagjait és minden kedves jelenlévő vendégünket. Nagyon örülünk, hogy eljöttek ma ide hozzánk. Tisztelettel kérem Körösi Mihály alpolgármester urat, hogy nyissa meg a kiállítást. Tisztelettel köszöntöm én is a megjelenteket. Városunk egyik legrégebben alakult civil szervezete, az Alföldi Turista Egyesület 40. évfordulójára rendezett kiállításon vagyunk, ezt tekinthetjük meg itt. Az Egyesület nem csak megalakulása időpontját tekintve tartozik a legkorábban alakult egyesületekhez, de taglétszámában is, most demonstrálták ezt Önök, az egyik legnagyobb, aktivitásában is az egyik legnagyobb, más szervezetekkel való együttműködési képességében is az egyik legnagyobb szervezetről beszélhetünk, erről van szó. Öröm ez számunkra, hogy ilyen nagy létszámú egyesület is működik mezőberényben. Az Alföldi Turista Egyesület célja, hogy folyamatos csortolási lehetőséget nyújtson minden korosztály számára. Tevékenységük a természetjárás, a gyalogos, kerékpáros sportturisztika, terep és városi futás, teljesítménytúrák, túramozgalmak és különféle szabadidős programok szervezéséből áll. Az Egyesület 1983-ban alakult a mezőberényi Spartacus Sport Egyesület színeiben, 1991-ben a labdarúgók kiváltak ebből az egyesületből, és a 7 szakosztály megalakította a Sportcsarnok DS-ét, ennek egyik tagjaként működött az Önök szervezete is. Az első szakosztályvezető Molnár Jenő volt, 1986-ig töltötte be a tisztségét, helyettese Séfer Árpád, titkára Szuharda Gyula, aki 1986-tól 1988-ig vezette aztán tovább az egyesületet. Az első időkben vezetőségi tag volt Borosné Veres Mária, Fábián László, Hati Zsolt, Váradi Lászlóné. Úgy gondolom, a közösségi emlékezetben fontos, hogy újra ismételjük ezeket a neveket, hogy tudjuk, ismerjük, kik voltak az elődeink, vagy hát az Önök elődeim. 2002-től Alföld Turista Egyesület néven önálló jogi személyiségű, közhasznú szervezetként működött tovább. Túráikat vizsgázott és tapasztalt túravezetők szervezik és bonyolítják le. Taglétszámuk 90-110 között váltakozik. Soraikban megtalálható minden korosztály képviselője, és ez is nagyon fontos dolog. A tagok közül egyesek teljesítménytúrázóként minősített sportolók, de az Egyesület eseménynaptára szelídebb túrákat is tartalmaz, városlátogatásokat, hegyvidéki túrákat, olyanoknak, akik nem szervezetten leigazolt sportolók. Az Alföld Turista Egyesület részt vesz a Magyar Sportturisztikai Szövetség, a Magyar Természetbarát Szövetség és a Vasutas Természetjárók Szövetség szervezetek munkájában. Az 1990-ben megalakult Magyar Sportturisztikai Szövetségben alapító tagok voltak, Váradi László pedig a keleti régiót képviselte, így lett elnökségi tag. Számos rendezvényen vesznek részt az ország területén, számos rendezvényt maguk is szerveznek, és számos rendezvényük kötődik a településünkhöz is. Saját rendezvényeik közül engedjék meg,
hogy néhányat ismertessek. Egyrészt azok számára, akik nem tagként vannak jelen, hogy megismerjék, és esetleg részt venjenek ezekben a rendezvényeken. Ilyen a körös Váradi László emléktúra teljesítmény túrák, két részből áll, egy nyári és egy téli túrából. A nyári túrákban 15, 10, 20, 30 és 50 kilométeres gyalogtúrák szerepelnek, illetve 70-100 kilométeres kerékpáros túrák. A téli körös túrák már csak gyalogosak, 10-20-30 kilométeres távokon. Ezek mind nyílt túrák, ezeken bárki részt vehet, és éppen a napokban szervezik a téli körös túrát is, úgy tudom. Nagy büszkeségük, hogy a 6. teljesítménytúra, a körös teljesítménytúra elnyerte az év teljesítménytúrája vándorserleget 1991-ben. Erről röviden néhány gondolatot elmondanék az indulásról. Az induláskor 1986-ban nem hittek sokan a sikerekben, különösen azok, akik nem helybeliek voltak. Molnár Jenő és Szuharda Gyura, aki lényegében a túra szülőatya, ők keményen hittek benne, így aztán megszervezték ezt az 50 kilométeres gyalogtúrát. A szervezők mindenre figyeltek, tájékoztatófüzetet készítettek, frissítők, energiapótlók segítették a túrázókat, a díjazás is kiemelkedő volt, megérkezéstől a távozásig figyelem övezte a résztvevőket. Az utóbbi mondatot azért mondom el, hogy ez a mai napig jellemző a túra szervezőire. Másoktól hallottam vissza, hogy milyen jó ezeken a túrákon részt venni, mert tényleg gondosan figyelnek a túrázókra. A Petőfi emléktúra is az ő találmányuk, amely aztán a Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület és a Művelődési Ház közös együttműködésében valósul meg évről évre, ugye a teljesítménytúrához csatlakozott aztán a március 15-i ünnepség is. 1100 év emlékei Békés megyében másik ilyen túra, amit szerveznek, ezt is a Petőfi Sándor Művelődési Központtal közösen valósították meg a kezdetekben. A centenárium évéhez kötődött ez. Úgy gondolták, hogy a Mezőberény és Mezőberényen túl Békés megyében számos olyan történelmi hely van, amit érdemes felkeresni, megkeresni. Ehhez igazoló füzetet és jelvényt is készítettek. Két keréken Békésben 1994-ben vették át a megyei szövetségtől. Nekem ez azért érdekes, mert mutatja az erősségüket, az erejüket. A megyei szövetség nem tudom, hogy mennyire bírt ebben a túrával, ők viszont mai napig szervezik ezt a túrát, amely Petőfihez is kötődik, a Petőfi Sándor Művelődési Központon keresztül. Időbeli megkötések nélkül is tervezhetők, lejárhatók ezek a túrák, ilyen a két keréken Békésben és a Békés megyei kék túra is, amelyre még felhívnám a figyelmet. Illetve még egy nagyon fontos dolog, hogy összetartás véget, csapatépítésnek mondják ezt mostanában, nyári táborokat is szerveznek a saját közösségük számára. Kiemelkedő rendezvényei közé tartozik a Petőfi Sándor halálának 170. évfordulója emlékére szervezett kerékpáros túra, amely ilyen 1000 kilométert kerékpároztak Fehéregyházáig a résztvevők. Megkoszorúzták a Petőfi emlékművet, ebben is jelképezve a város tiszteletét a költő felé. Közelmúltban zajlott, illetve az elmúlt 3 évben most már mondhatom így, a körülbelül kerékpáros túra, mely Hoffmann Ádám ötletéből valósult meg, és ehhez kapcsolódott a kerékpárral őseink földjén, ez a 3 évet átölelő túra volt. A 300. évforduló tiszteletére felkeresték azokat a településeket kerékpárral, ahonnan a sváb, szlovák és magyar őseink érkeztek annak idején Mezőberénybe. Ez a
A kerékpárral őseink földjén ötlete Váradinétől származott, és most nem csak azért emelem ki a nevet, vagy emeltem ki másik neveket is, hogy kinek a találmánya, hanem azért is, hogy elmondhassam aztán azt, hogy nagy összefogással valósult meg ez a túra is, meg mások is. Konkrétan a kerékpárral őseink földjén ehhez csatlakoztak az önkormányzatok, Mezőberényi és azoknak a településeknek az önkormányzatai, amelyeket felkerestünk, illetve azok a nemzetiségi szervezetek, amelyek az adott településen dolgoztak. És mutatja azt, hogy egy fél országot átfogó rendezésben is szereplők tudnak lenni, mutatja, hogy mekkora ereje lehet az összefogásnak. Nem elhanyagolható az is, hogy mindenki megelégedésére szolgáltak ezek a túrák. Neveket szeretnék említeni, akik rányomták személyiségük bélyegét az Egyesületre. Elsőként Szuharda Gyulát említeném meg, aki az 50-es években tűnt fel Mezőberényben, a sarksportban indult el, aztán csatlakozott a 60-as években a természetjáráshoz is. Az egykori szakosztály 10 fő csapatával járták az országot, Mezőberény határát, és kirándultak. Hogy milyen eredményesen végezte a munkáját, mutatja, hogy a parlamentben vehette át a Cárán Gyula emlékérmet, és később majd a kiváló természetjáró elismerést is kapott. Sok fiatalnak lehet példaképe Gyula bácsi munkája. Az ő nevét viseli a decemberi évzáró Szuharda emléktúra. Másik ilyen személyiség, akit ki szeretnék emelni, Váradi László, az Egyesület egyik meghatározó személyiségnek tartják a mai napig őt. Ő volt a rendező, aki mindenre tudott megoldást. Precizitása és munkabírása legendás volt, nevéhez fűződik a barlangtúrák, a Körös 50 nevű gyalogos teljesítménytúra, majd később a két keréken Békésen, az 1100 év emlékei Békésben, és az első kerékpáros túra Erdélybe is, mert hogy ugye ebből kettő is lett aztán. Munkájával nem csak az Egyesületet segítette, hanem a város többi sport és ifjúsági rendezvényeinek lebonyolításában is aktívan részt vett. Több mint 20 évig volt elnöke az Alföld Turista Egyesületnek. Tragikus hirtelenséggel távozott, emlékét, a közös túrák emlékét megőrizzük, neve a Körös túrák nevében él tovább. És engedjék meg, hogy ezek után személyes élményeket is befejezésképpen megosszak önökkel. Az első ilyen, ami Váradi Lászlóhoz köt engem. Váradi Lászlóval a helyi gimnáziumban ismerkedtem meg, osztálytársak, mi több pattársak is voltunk, egy padban ültünk, közös volt az érdeklődési körünk, Rejtőt olvastunk, verset meg naplót is írtunk annak idején, két kék-fehér csíkos egyenpólót vettünk, mi több John Lennon szemüveget is viseltünk. Felnőttként aztán mind a ketten megszakálosodtunk, még közös a gimnáziumi időszakból, hogy magyar tanárunk, Balogh József tanárul szíves invitálására a szavalókörben is részt vettünk. Felejthetetlen közös élményünk volt a sátoros gyalogtúra a Bükkfensíkon, Éber tanárul és Düs tanárul vezetésével. Még ami hozzáköt engem, az pedig, ahogy két hónapot az ő szervezésében, kétszer egy hónapot töltöttünk el az akkori NDK-ban, Dresdában, és munkát vállaltunk. Jó tanuló időszak volt az is. A másik, ami közelmúltban lezajlott esemény volt, ez a kerékpáros szakosztályhoz köt engem. A kerékpárral őseink földjéhez. Részt vettem ezen a túrán. Az útvonal kijelölése, az érdekességek, a látnivalók számbavétele, a szállásfoglalás, az étkezés, a pihenőhelyek megválasztása, mind-mind azt mutatta, hogy profi szervezőkkel van dolgom. Ez utóbbi, mármint a pihenőhelyek megválasztása, tehát ez az utóbbi Sörös
találkozásaiból én kimaradtam, mert én más irányú tevékenységet végeztem ebbe az időbe, de jók voltak ezek a megpihenések is. Napi 80-100 km megtétele kerékpárral nem kis feladat. Különösen nem kezdők számára, esőben, szélben, emelkedőn, lejtőn. A balesetmentes közlekedés, az egymásra való figyelés, a segítés egy-egy jó tanáccsal, ha kellett biztatás, mind-mind jellemző volt a csapatra. Csapatra, az egész csapatra. És ott megint kiemelném Tatát, ugye mindenki így ismeri. Tata, felejthetettem, amikor egy hegyre mentünk föl, és akkor még vagy 8-10 emelkedő volt hátra kanyarral együtt, akkor úgy biztatta a mellette feladni készülő társát, hogy hát már csak 2 kanyar van hátra, utána a tetőn leszünk. Tehát személybe hazudott egyértelműen, de aztán ebben lelkesítette azt, aki már feladni készült, és végül is aztán nem kellett tolni a biciklit. Ugye azt mondta, hogyha 5 kilométeres sebességgel tudod tolni, akkor rá is ülhetsz, minek gyalogolni. A vidámság, a jókedv egyébként is jellemző volt a túrára, még egyet hadd mondjak el, kérdezzem meg önöket, hogy önök egy napraforgó tábla közepén Süsű a sárkány dalát énekelték már? Hát ők igen, kórusban, előre betanulták. Valaki így fogalmazott a egyesületbeli tevékenységről. Az egyesületi tevékenységnek nagy hatása van az egyénre, átalakítja az embert. Egy-egy hosszabb út alkalmával tisztában jöhetünk mentális és fizikális önmagunkkal, korlátjainkkal, lehetőségeinkkel. A legyőzendő távolság, a magasság, az idő testileg, lelkileg fejleszti az akaraterőt, az ellenálló képességet, az egészséget. Összefog embereket a közös cél érdekében, barátságok alakulnak ki, a más tájakkal, emberekkel való találkozás pedig inspirálóan hat a közösségre és az egyénre egyaránt. Ez utóbbi gondolatok jegyében kívánom, hogy a további 40 év is hasonló sikereket mutasson fel, mint itt a kiállításon láthatjuk. További jó munkát az Alföld Turista Egyesület tagjai számára. Köszönöm a figyelmüket! Szeretettel üdvözlök én is minden megjelentett tagjainkat, szimpatizásainkat és a házigazdát. Én igazából csak köszönetet szeretnék mondani, mert ha az itt levő képekről én elkezdek mesélni, akkor holnap után is itt leszünk. Úgyhogy ezt inkább nem teszem. A köszönettel tartozom először is alpolgármester úrnak, hogy elvállalta a megnyitót. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönettel tartozom az Orlai háznak, hogy befogadott bennünket. Ezt tisztelően szeretném megköszönni. Illetve köszönettel tartozom Zolnainé Erzsikének, aki anyai tapait beradott, hogy ez itt ma megvalósuljon. Úgyhogy neki szeretnék is gyorsan átadni egy kis csomagot. Köszönöm szépen. És még egy dolgot szeretnék megköszönni a egyesületünk tagjának, aki tőlem nekem balra, nektek nem tudom erre van, nekem balra egyesületünk tagja Földes Áron nevű fiamnak, hogy közreműködik a megnyitón. Néhány képen megtaláljátok. Csak nem fogjátok megismerni. De mindegy. Mert kicsi volt. Én nagyon sokat köszönhetek Váradi Lacinak, illetve az egyesületnek, de erről nem szeretnék beszélni, mert úgyse tudnám végigmondani. Köszönöm. Thank you.
Thank you.